Késésekkel számolhatnak azok, akik vonattal közlekednek az elkövetkező egy-másfél hónapban a Budapest-Szeglét-Szolnok vonalon, ugyanis pályakarbantartási munkálatok folynak. A karbantartást több ütemben végzik, az első pedig Kőbánya-Teher és Kőbánya-Kispest állomás között már be is fejeződött. A munkálatok azonban ezzel nem értek véget. Szeptember 2-ától Vecsés és Cegléd állomás között folytatódnak a munkák, majd az Albert és a Cegléd-Bercel cserő vonalon, egészen Kaba de Debrecen vonaláig végeznek munkálatokat, ami várhatóan október 7-én fejeződik majd be. Az adott időszakban a vasútvonalon a MÁV által kiadott hirdetményben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.